Sometimes people make a war. Iniko Malaniko Noroksa Ai Pappa Varua Pachikidam. A Jódli mindent megbocsát. Szövegtudományi tanszék. Az önkényes mérvadó dalszöveg értelmező szolgáltatása. Itt van a következő dal, amely hát pofátlanul adja elő neked azt, hogy teljesen mindegy, hogy mi van, a nyomorult panellakásodban dög lesz, akkor is nyugodtan heverjél, képzelődjél, és az pontosan olyan lesz, mintha ott lennél és veled történne. Álmod, hogy vakít a fény, tombol a nyár e föltekén. Ne érdekeljen, ha esik a hó, mert nyaralni visz az álomhajó. Tehát ez arról szól, hogy semmi dolgod nincsen, képzeljed el a trópusokat, és akkor megvagy! És nyilván, akkor megvagy! Nyilván nem egy valódi utazás, hiszen álomhajó egyrészt. Másrészt meg hajóval évszakot ugró utazásra ritkán megy az ember. Nem, hát világos, hogy miről van szó. Arról van szó, hogy képzeld el, és úgy lesz. De ez hazugság! Ez sosem volt így. Tehát nem igaz, hogy elképzelni egy trópusi szigetet, az olyan, mint egy trópusi szigeten lenni. De mégis ez egy évtizedes pop hazugság. Ez egy ilyen pop toposz, újra meg újra visszatér ezekben a popszámokban, hogy elképzelem, és már ott is vagyok. Hát nem vagy ott, nem igaz. Ugyanakkor micsoda skill arról álmodni, amiről akarsz, ilyen asztrál projekció, tudod, hogy a elalvás előtt bemantrázod magadnak, hogy miről fogsz álmodni, és arról álmodsz, és reggelre már voltál is ott. De ez valójában nem álom, ez ábrándozás. Igen. Valójában ő így érti. Nem az álomról, nem a spontán álomról van szó, mert valójában senki se a trópusi szigetekről álmodik, hogy de jó ott. Az álmaidban a saját szorongásaidat, a saját bűntudatodat, a saját félelmeidet, a saját vágyaidat, vágyképeidet dolgozott fel valamilyen módon. Nem az van, hogy heversz egy tengerparton, tekerem a szöveget, tépem a számat, adja elő ez az idegesítő figura, de ki az, akit érdekel, hogy mi az, ami fáraszt, hogy idegesít, vagy felfordul a gyomrom, nem is mondom el neked, hogy mi is az én gondom. Éj a mának, a havai nyárnak, mert akármilyen hideg van, az ilyenek nem fáznak. Kik az ilyenek? Kik az ilyenek? Kik? A havaiak? Meg arról van szó, hogy őt valami idegesíti. Nyilván az itteni élete. És nem is mondja el, hogy mi a gondja. Éj a mának, a havai nyárnak. Ez mit jelent? Mit jelent? Tehát mit jelent a mának élni, a havai nyárnak élni itt? Milyen lehet a havai tél? Az ugyanolyan egyébként, egész évben 25 fok van. Én Floridában éltem egy ideig, de az nem havai. Decemberben egyszer hosszú ujjú pólót vettem föl. Ez volt a legkomolyabb ruházkodásom, úgyhogy hát Hawaii az még ahhoz képest nem, erősen az, délre van. Nem, de nem arról, mert ott van egy olyan áramlat, amelyik folyamatosan 25 fokon tartja a hőmérsékletet. Uh-huh. Hát sosincs igazi kánikula, hanem mindig ez a nagyon kellemes kora nyári 25 fok van. De jó. Az a zseniális. Mint Pécsen. Ez egy furcsa sziget, furcsa divat is hódít. Na, ezen megőrülök, ami most jön, mondjad. A maláj szoknyák felett egy szál semmi a módi. Tehát most akkor hova megyünk? Hawaii-ra vagy Malajziába? Mert Malajziában a lakosságnak az több mint a fele szunnita muszlim. Ott szerinted a szoknya fölött félmeztelen üli meg nekem. Ez akkora fogalmatlanság, mint amit a Majka mondott a múltkor, hogy Las Vegasba fog menni, mert Las Vegasban a tengeri szellő, meg nem tudom mennyire jó. Hát egy sivatag kellős közepén van. Úristen, komolyan ezt mondta? Igen. Aj, szerencsétlen. Hát és tudod, mit mondott Snoop Dogg a múlt héten? Hogy ő azért szereti nézni a Game of Thrones-t, a trónok harcát, mert érdekli a történelem. Úristen! Rest in peace, come on! De világos, de egyébként semmi baj, mert egész biztos, hogy a fekareppereknek, meg az ózdiproliknak is megvan a helyük a teremtésben. Csak a szereptévesztésekkel van mindig a probléma. Éj a mának, a havai nyárnak, mert akármilyen hideg van, az ilyenek nem fáznak. Hát rázd meg magad, ébresztő, és hidd el nekem, te leszel a nagy menő. Mi van? Mi van? Mitől leszel nagy menő? Attól, hogy megrázod magad? Vagy mi?
attól, hogy a havai nyárnak élsz, attól te leszel, és azért éljél a havai nyárnak, hogy te legyél a nagy menő. Tehát, hogy ezt komolyan gondoljuk, hogy az, aki Hawaiion üdül, az nagy menő. Azért üdülsz Hawaiion, hogy jól érezd magad, nem? A klímáért üdülsz Hawaiion. Viszont azért meséled el, hogy te legyél a nagy menő, és megfigyeltem, hogyha valaki nagyon jó nyaralásra megy, vagy mondjuk nem, hogy a sok pénzért megy nyaralásra, az neki tetszeni fog, és úgy meséli, hogy jó volt. Kivéve, ha még jobban fel akar vágni, akkor elmegy egy nagyon drága útra, és amikor hazajön, a snob barátoknak lesajnálja, hogy milyen rossz volt. Mert ugye, ha sokat költöttél, de rosszra, akkor az még drágább volt. Tehát még gazdagabb vagy. Érzed ezt? Úristen. De ez nem állom. Jó, de 18 és 23 éves korod között, ha a mának élsz, azaz teljesen felelőtlen vagy, akkor a többi 18 és 23 éves között esetleg menő vagy egy ideig. Ugyanez 35 évesen már igen szomorú. Nem azért, mert fel kell nőjél, hanem mert fogy az időd. De ez így kimondva a legszánalmasabb, hogy és hidd el nekem, te leszel a nagy menő. Tehát, hogy ez egy ilyen életvezetési tanács. De ez nem álom, és mégsem való, mintha a tengerparton napozna egy mars lakó, feléd néz, furcsa keze is hív már, maga mellé mutat, hogy van hol napozzál, most indul be az igazi LSD trip. Tehát, hogy ez itt már ez semmi értelem. Ez már egy David Lynch film, amit ő se ért. Semmi kapcsolata a valósággal, de tényleg se, és hogy jön ide ez a mars lakó, és egyáltalán, hogyha ott van egy mars lakó, akkor neked a legnagyobb dolgod az, hogy beindul a zene, felforra véred, a szép lányoknak bókjait bőkezűen méred. Hiszen beszélsz malájul, vagy nem tudom, meg angolul is, Hawaiion, meg mit beszélnek? Marslakókkal! Marslakókkal! Itt már ne a nyelven akadjál fönn! Hát könyörgöm, egy marslakó, és mit kommunikál veled a marslakó? Tehát amikor megtörténik a harmadik típusú találkozás, a találkozás egy idegen intelligenciával, akkor a marslakó maga mellé mutat, hogy van hol napozzál. Be akar kenni. Napozzál? Mi van? Mi ez? Mi ez a baromság? Hát ez az, mert itt már ő, itt nem keresünk a valósággal kapcsolat, mert már ő is kijelentette, hogy ez nem álom, és mégsem való. De akkor mi? Akkor mi ez? A te baromságod? A te hülyeséged, amit kitaláltál és megírtál, mint dalszöveget? Hidd el nekem, hogy megáll az eszem, ha arra gondolok, hogy mi az, amit eszem. Megállás nélkül szövegelek, miközben arra gondolok, hogy oda megyek, ahol kék az ég és fent süt a nap, a vízben úszva társaim a cethalak, vagy egy pálmafára kúszok fel épp, hogy egy kókuszdiót szakítsak le könnyedén. Majd magában a rímek. Kúszok fel épp, könnyedén. Divat is hódít, semmi a módi. Lehet, hogy ezek, ez egy német, a németé. Ezek rohadt kínosak ám. És főleg azért, mert hogy igazából mit akar eladni ez az élmény, ez az álomhajó. Azt, hogy mi a rendszerváltás vesztesei vagyunk, és sosem jutunk el a trópusi szigetekre, ami a boldogság allegóriája a proliknál. Tehát a prolik, azok úgy képzelik el, vagy hát ezek a kültelki, nem tudom én, ilyen panelok tövében bandázó kölykök, úgy képzelik el, hogy a nagy menő, meg a sikeres gyerek, az a trópusokon valahol a maláj szoknyás, havai világban, valahol valami furcsa szigeten, ahol marslakók mutogatnak, hogy van hol napozzál, ott élnek. De neked nem kell eljutnod oda, hiszen úgyse tudsz. De. Tehát arról van szó, hogy te nem tudsz, mert a rendszerváltás vesztese vagy, mert csóró vagy, azért, mert egy műszaki áruházban vagy eladó. De nem baj, nem baj, tehát ne érdekeljen, ha esik a hó, mert ábrándozhatsz. Mert ábrándozhatsz, de akár rossz értelemben is, tehát, ha hazamész, kesereghetsz ma is azon képzeletben, hogy mások hol vannak, és hol nyaralnak, és hol élnek, mert te nem ott vagy. Amit a pozitívan a számlájára tudunk írni, hogy itt még legalább kék az ég. És nem a fű a kék, hanem az ég a kék. De a különböző növényekkel és népcsoportokkal úgy érzem, hogy a trópusi övben körbe mentünk a világ körül. Tehát nem derült ki, hogy mi a desztináció. Egy valami biztos, hogy sikerült rendesen beellesdézni, és erről számot is adni egy dalszöveg formájában.